A Magyar Vöröskereszt egész évben gyűjti és továbbítja a felajánlásokat. Évközben jellemzően ruhát és játékokat kapnak, az év végén pedig leginkább tartós élelmiszereket. A megyei szervezetnek helyi szinten több száz önkéntes segít az év utolsó hónapjában, de számtalan szülő és pedagógus is csatlakozik a munkájukhoz, a csak egy kis apróság kezdeményezés keretében. Karácsony tájéken mindenkinek egy picit jobban megnyílik a szíve, ilyenkor több szeretet akciót is elszoktunk, és több gyűjtési akciót is elszoktunk indítani. Az egyik ilyen a csak egy kis apróság kezdeményezésünk, ami már most harmadik évben került megszervezésre. Ebben az iskolákat hívjuk partnerként az adománygyűjtési akcióba. Az elnevezés arra utal, hogy minden bekapcsolódó iskolában egy-egy gyereknek csak egy-egy valami kell hoznia, például egy lisztet, egy tésztát, egy konzervet, egy csokoládét, és ebből a sok piciből áll össze valami nagy és nagyszerű dolog. Az egyetlen kérése a vörös keresztnek, hogy csak olyan tartós élelmiszert ajánljanak fel, aminek a szavatossági ideje nem a közeljövőben jár le. Az áruházakban kihelyezett persejes gyűjtésből befolyt összeget is tartós élelmiszerre költi a szervezet, így minden évben több száz rászorulónak tudnak segíteni. Ez a szám attól is függ, hogy mennyi felajánlás érkezik hozzájuk, tette hozzá Gurály Edina. A Magyar Vöröskereszt egyedülálló módon kereskedelmi tevékenységbe is kezdett pár évvel ezelőtt. Ezek saját márkás termékek pénztárak közelébe, illetve édességpultokon lehet megtalálni azokat a termékeket, amelyek lugúzott termékek, és azzal, hogy valaki egy bizonyos fajta csokoládét, vagy bizonyos fajta szaloncukrot választ ilyenkor a vásárláskor, az egyben a vörös keresztet is támogatja, illetve több ilyen kisebb játék és ajándéktárgy, ilyen hasznos használati eszköz, például elemlámpa, fejlámpa, kulcstartó került nagyobb áruházakban a pénztárak közelében kihelyezésre. Ezekre szintén ugyanez vonatkozik, hogy ha ezt vásárolják, akkor egyben a Vörös is támogatják. A Magyar Vörös Szabolcs megyei szervezete a Magyarok Kenyere programban is részt vett, így lisztet biztos tudnak majd adományozni, ehhez várnak még élelmiszereket, illetve tisztító és tisztálkodó szereket.